Egy komplett energetikai felújítás, igazából nyilászárócsere, külső hőszigetelés, mennyezeti hőszigetelés. Az elvégzésre váró munkákat sorolja Stemmler József, Kapospola polgármestere. A ház, mely egyszerre a helyi posta és a körjegyzőség épülete is, helyi oltalom alatt áll, ennek megfelelően kell majd a munkálatokat elvégezni. A tervek szerint a felújítást követően szinte nulla hőigényű épület lesz, mondja a polgármester. Ennek az épületnek a felújítására egy top pályázaton nyertünk 38 millió forintot, ez egy teljes energetikai felújítást jelent, tehát külső hőszigetelés, nyilászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemek felszerelése, jelen pillanatban ugye napelemek már a tetőn vannak, és a jövő hónap közepén várható, hogy elkezdődnek a külső és belső munkák is. A hivatal épületét 1906-ban készítették el, azóta addig nyúltak hozzá. Kapospolán nem csak ez, de a művelődési ház is rövidesen átalakításon esik át. A településfejlesztési operatív program nyújtott 96 millió forintos támogatást az építkezéshez. A település közösségi teréül szolgáló területre pedig egy fedést szeretnének a helyiek, amit más lehetőség nem lévén saját fejlesztésből valósítanak majd meg.